Kárpátalja folytatja a vezeték nélküli internet bevezetését az iskolai óvóhelyeken. A folyamat szeptember 1-én indult az oktatási, valamint a digitalizációs minisztérium kezdeményezésére. Jelenleg a több mint 700 oktatási intézmény fele rendelkezik internet eléréssel. Alexandr Packan, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás helyettes vezetője szerint fontos, hogy elérhető legyen a világháló, amikor a gyerekek az óvóhelyen vannak. Az internet elérés a tanároknak is fontos lehet, hiszen az jól jöhet az órák megtartásához a légiriadó idején. Mostanra már 328 iskolában és 227 óvodában van wifi. A dinamika pozitív, óvóhelyénk nagy része kommunikációval és internettel is fel van szerelve. A fő cél a külvilággal való kommunikáció, hogy a gyerekek és a tanárok képben legyenek azzal, mi a helyzet az óvóhelyen kívül. Természetesen lehet órákat tartani, de a fő cél az, hogy a gyerekek elérhetőek legyenek. Eddig még nem volt olyan a helyzet Kárpátalján, hogy akadozott volna az internet. A közigazgatás igyekszik mindent megtenni. Közösen kialakítottunk egy stratégiát, hogy a kritikus pillanatokban is legyen legalább valamiféle kommunikáció, és elérhető legyen a világháló. Most nagyon nehéz az országos helyzet, ami Kárpátalját is érinti, de igyekszünk kontrollálni a helyzetet. A megyei közigazgatás elindította a papírmentes ügyintézést az oktatási intézményekben is. Ennek értelmében digitalizálják az iskolai nyilvántartást is. Bár a tanároknak mindez még idegen, de Ukrajna általános digitalizálásával párhuzamosan ők is kénytelenek lesznek alkalmazni a modern megoldásokat. A digitalizációban továbbra is együttműködünk az iskolákkal. Az a célunk, hogy a tanár használni tudja az elektronikus osztálykönyvet, hogy a naplóban található információt, amit eddig kézzel töltött ki, az elektronikus naplóban tegye. És a digitális, valamint az Oktatási Minisztérium legújabb kezdeményezése az, hogy a digitális napló teljesen felváltsa az eddig használt papír alapú dokumentációt. A tanár elfelejtheti a szokásos papírnaplót, és kizárólag az elektronikus verziót használhatja. Ukrajnában számos sablon van az iskolai naplók vezetésére, és a tanár önállóan választhatja ki, melyik típusú elektronikus dokumentumot kívánja használni. Szükség esetén tanfolyamot is tartanak a pedagógusok számára. Ez a feladat azonban az iskola vezetésére hárul. Többféle digitális osztálykönyv létezik. Amelyik alkalmasabb a tanárnak, ahhoz csatlakozhat. Azt szeretnénk, hogy az összes kárpátaljai iskola használja a digitális nyilvántartást. A legfrissebb információk szerint jelenleg 412 iskola vezette be, vagyis 60-65% használja az elektronikus adatbázist. A következő lépés az elektronikus ellenőrzők bevezetése lesz. Ezáltal a szülők hozzáférhetnek a gyermekek osztályzataihoz, figyelemmel kísérhetik a házi feladatokat, láthatják, hogy mit követelnek a tanulóktól egy adott órán. A kezdeményezés mind a tanárok, mind a gyerekek, mind pedig a szülők számára fontos. Az elektronikus dokumentumok fő előnye, hogy nincs lehetőség a már rögzített adatok megváltoztatására, vagyis egyik felhasználó sem tudja majd kijavítani az érdemjegyet, törölni a hiányzást, hiszen minden információ az iskola egységes adatbázisába kerül.